Szeretnék bemutatkozni, Fazakas. Tehát, ahogy a testvérem mondta, mi erdélyek vagyunk. Fazakas, gyere nyugodtan. Fazakas László vagyok, egy erdélyi kis falucskából szöktem át a zöld határon még 1989-ben. Még a Ceausescu és a Kádár rendszerben. Úgyhogy megkockáztattam, mert a zöld határon kellett átszökni, nem volt egyszerű. Tehát kockára tettem az életemet, de akkor is már volt Isten félelem az én szívembe, és tudtam azt, hogy Istennek célja van velem, és ő akar engem használni. Aztán vettem a vándorbotot, és egyenesen Kiskörös volt az első állomás az életemben, és itt kezdtem. Nem mindjárt a temetőben, egy-két évet dolgoztam egy állami gazdaságnál, lakatos a szakmám, de kaptam egy elhívást Istentől, hogy nekem be kell állni az ő szolgálatában. Ahogy a testvérem is mondta, jelentkeztem rendőrnek, de még nem voltam állampolgár, nem vettek föl. Aztán jelentkeztem a postára, ott szintén nem volt hely, aztán még maradt egy esély sírásomnak. Hát az emberek úgy nagyon lenéztek annó, mert nagyon az... Nem akarok olyan szót használni, hogy valakit megbántsam. Nagyon el volt hanyagolva ez a temető is, olyan részeges emberek végezték itt a feladatot, és nagyon, nagyon el volt hanyagolva itt minden. És én úgy felfedeztem ezt, hogy én örömmel kitakarítanám ezt a temetőt, és én örömmel elvállalnám ennek a temetőnek a gondnokságát. Hát így kerültem ide a temetőbe, jelentkeztem, mint sírásó, fölvettek, és 5 évig nyomtam nap mint nap a sírokat kifele és befele, és temettük az embereket. Aztán 5 év után felfedezték, hogy hát nekünk szükség van erre a fiatal emberre, az evangélikus egyház megkeresett, és kineveztek, hogy legyek a temetőnek a gondnoka. Hát ez már 20 éve történt, és azóta itt végzem a feladatot. Nagyon sok mindent mondhatnék, de nem akarom húzni az időt. Egy néhány vázlatot itt fölvázlatoltam, hogy mindegyiket rövidre fogjam. Hogyan született az édenkert? Hát úgy nevezik, hogy édenkert, de tulajdonképpen, mert annyi sok szép dolog van benne, és a gyerekek nagyon szeretik, mert van benne az élet fája, és van egy másik almafa. Tudjuk, hogy az édenben volt 2 nemes fa. Volt a mindentudás fája, és volt az élet fája. Hát így született ez a kert, hogy édenkert, de tulajdonképpen a széles és a keskeny út, az ennek a neve, itt írja is, hogy a széles és a keskeny út. Ez úgy született meg, hogy 2009-ben kaptam egy elhívást Jézus Krisztustól. Én is keresztény családba születtem, de úgy élő kapcsolatom Jézussal nem nagyon volt. De volt egy tragédia a családunkban, amikor elütötték a... És nézték ott az orvosok, hogy hogy csak úgy fölébredt. A kómából fölébredt, kapott egy akkora nagy agyrázkódtatást, hogy elvesztett az eszméletét, és ott az osztályon ott ébredt föl. És mondják az orvosok, hogy apuka, adjon hálát a jó Istennek, hogy visszaadta a gyermeknek az életét. És akkor történt nálam az, hogy belekapaszkodtam. Abba, aki nekem visszaadta a kisfiamat, ő volt Jézus Krisztus. Így született az, hogy attól kezdve megbántam bűneimet, átadtam a szívemet az Úr Jézusnak, és ő elkezdett használni. Úgy kezdődött, hogy kaptam egy talentumot, aztán rövid időn belül csináltam belőle 2. Beszélgettem az emberekkel, megvigasztaltam a gyászolókat, és Isten látta ezt, rögtön megduplázta, adott 4-et. És így elkezdtem kapni egyiket a másik után. Aztán már imádkoztam a betegeké, aztán meggyógyultak. Azt mondom egy barátomnak, ez hogy történik? Azt mondja, hogy hát már ezt a talentum is megkaptad, ami ezzel jár. Aztán meghívtak templomokba, gyülekezetbe, hogy szolgáljak. Aztán bizonyságot tettem arról, hogy megtértem. Aztán meghívtak a másikba is. És mondja a barátom, hát megint kaptál egyet. És tudjuk, a Bibliában az van írva, hogy van, aki 10-et kapott, aztán van, aki 1-et kapott. Mindjárt kaptunk 1-et. Csak az a baj sokszor, hogy avval az 1-je az emberek úgy nem törődnek, elássák. De így történt, hogy Jézus Krisztus elhívott. Az volt minden vágyam, hogy az emberek fele szolgáljak.
úgy szerettem volna mindjárt egyből lelkipásztor lenni, hogy fú, de jó unat, a templom, mindenki előtt, olyan vágy volt a szívemben, akárhol jártam ma, és mindent bizonyságot teszek arról, hogy mit tett velem Jézus. Elmegyünk nyaralni, elmegyünk a legelső templomba. Amilyen templom, nem számít akármilyen. És mindenütt úgy Isten adott lehetőséget arra, hogy bizonyságot tegyek az én megtérésemről. És ezt látta Isten, ezt látta, hogy jó, és jól megy, és szeretem őt, akkor egy éjszaka ott megállt az ágyam mellett, úgy fél egy volt, és azt mondta, hogy ébredj föl. Ez, hogy látomás volt, vagy álom volt, ezt nem tudom megmondani. Úgy vagyok vele, mint Pál, nem tudom. De egyet tudok, hogy ott állt az ágyam mellett az Úr Jézus, és azt mondta, hogy kelj föl, tervem van veled. És kijöttünk, itt van ez a fa, annak a fa tövébe, ott beszélgettünk legalább másfél óra hosszáig. És ez egy ilyen szemét telep volt, mikor építették a ravatorozót, a sok törmeléket, sítet, ide tolták. És itt benőtték a fák, a gazak, és azt mondta az Úr Jézus, hogy nézd, itt van ez az út, ez a fő út, ennek az út végén meg kell építeni az út végét. De úgy, hogy van egy kezdet és van egy vég. És mondtam, Úr Jézus, én alkalmatlan vagyok erre, adj nekem bármilyen munkát, én örömmel végzek, de hát én nem vagyok se ács, se könyves, se burkoló, se sírköves. És azt mondta az Úr Jézus, hogy bízz bennem, és én fogok neked segíteni mindenben, csak kérjed tőlem. És úgy elmagyarázta, hogy mettől, meddig, és hogy és mint. És mondtam, Úr Jézus, hát nekem erre pénzem és tehetségem sincs. És azt mondja, hogy én ne félj, csak kérjed tőlem, én mindent kirendelek. És megbízott, és én nagyon hálás voltam Jóistennek, hogy úgy külön foglalkozott velem, és én találkoztam vele, és megbízott erre a feladatra. Aztán másik nap elmondtam egy barátomnak, aki elmondta a fiának, és van sok traktorja, gépje, jött, és mindent nekem letakarított. Csináltunk egy óriási nagy gödröt, abba beletoltuk az összes sittet, szemetet, betont, most ott van a trón, az alatt egy szemétkupac van, de olyan, hogy föltöltöttük főddel, ott megszületett, ott van a trón. Tehát letakarítottuk, és mikor meglátták a kiskörösi helyi újságírók, rögtön eljöttek és megkérdezték, hogy itt mi készül, itt ezen a szeméttelepen. És akkor örömmel elmondtam, és ők leközölték az újságba, hogy hát a temető gondnokunk megbízatást kapott az Úr Jézustól, és olyan szenzáció lett belőle, elkezdtek az emberek jönni egyik a másik után. De bajban voltam, mert a terület nem az enyém. És itt egy két méteres hely a 100.000 forint. És hát itt milyen sok kettes sír volna. És mondom az Úr Jézusnak, hát az én főnököm, a Lukták Esperes úr, püspök helyettes úr, az nem fogja nekem ideadni. Csak úgy né, ajándék, hogy én építsek ide egy szép kertet. És azt mondja az Úr Jézus, hogy minden az enyém, és én annak adom, akinek akarom. És most neked adom. Higgyél bennem. Mindig mondta, hogy bízzál bennem. Másnap jött temetni a főnököm, és mikor vége volt a temetés, meg olyan szorongó szívvel oda mentem hozzá, és mondom, főnök, ne tessék sietni, szeretnék kérni valamit. Itt van ez a terület, és én volt egy álom, és találkoztam az Úr Jézussal, és kijelentette nekem, hogy meg kell építsem ide a széles és a keskeny utat. Nekem tetszik adni azt a kis területet. És így megáll, és rám néz, azt mondja, hogy az Úr Jézus mondta, akkor adom, amennyit akar, amennyit ott lát, akár az összest odaadom. És így született meg, akkor már tudtam, hogy ez nem véletlen. Tudtam azt, hogy ez meg fog épülni, volt hitem. És aznap temettünk egy embert, és a fia megkérdezte tőlem, azt mondja, László, tudod, azt mondja, amikor a temetőbe elkezdtél rendet csinálni, én adtam egy nagy összeget, hogy csináljál aszfaltot, csinálj köves útat. Én annyit adok neked erre a keltre, amennyire szükséged lesz. Én gazdag ember vagyok. Hívjál föl, és mondjad, hogy hol kell kifizetni a számlákat, én rendezem. És akkor már tudtam, már első nap, hogy ez fog menni. És így elkezdtem építeni ezt a kertet. Mi a célja ennek a kertnek Istennel? Hogyha ránézünk itt egy sírkőre, láthassuk azt, hogy van egy kezdet és van egy vég. És az a pici szakasz az a mi életünk. Ez a kicsi kert, ez olyan, mint a mi életünk. Nagyon-nagyon össze van, azt mondta a főnököm, hogy nagyon össze van zsúfolva minden. Mondom, ez nem én találtam ki.
Jó van, nem mondott többet semmit, mert nagyon-nagyon sok igevers van. 16 ezer betűt véstem ide föl, amik Jézus Krisztusnak a beszédei, a apostoloknak a beszédei. Minden úton, a széles úton, ott is beszél Jézus, a széles úton élőkhöz. A keskeny úton, ott is beszél az Úr Jézus azokhoz. És vigasztalja, amikor próbák, nehézségek jönnek, hogy tarts ki, légy hű, mint halálig. És mindent precízen úgy csináltam, ahogy az Úr Jézus kijelentette nekem. Minden vágyam az, hogy az embereknek bemutassam. Először, legelőször kiskörösieknek, hogy minden embernek bemutassam azt, hogy van egy kezdet és van egy vég. És döntsd el, hogy hol akarod eltölteni az örökké valóságot. Egy esetet szeretnék elmondani, egy hölgy jött hozzám és átölelt. És azt mondja, László, neked köszönhetem az életem. Mondom, biztos, hogy nem nekem, hanem a jó Istennek. Mondom, mi történt? Azt mondja, csődbe ment a házasságom, és úgy döntöttem, idegbeteg lettem, hogy megölöm magam. Leveszek gyógyszereket, és elpusztítom magam. És úgy gondoltam, hogy kijövök még utoljára a temetőbe, elbúcsúzom édesanyámtól, aki korábban meghalt, és csinálok egy kört a temetőbe, és hazamegyek, és elpusztítom magam. És azt mondja, hogy mondta neki valaki, hogy menj el arra, és még nem látta ezt a kertet, és bejött ide. És itt töltött 2 órát, és sírva ment haza, és letérdelt, és átadta szívét az Úr Jézusnak. Azt mondja, hogy ha én megöltem volna magam, akkor a pokolba nyitotta volna föl a szemem. De nem teszem, mert tudom azt, ott írják az igeversek, nem könnyű ez az élet. Én, ott írja az Úr Jézus, hogy én nem teszek terhet rátok, én leveszem a terhet. És ez olyan, hogy megértette, megtért, átadta az Úr Jézusnak a szívét. Mondta, hogy itt lesz, lehet, hogy itt is van, nem látom, de mondta, hogy el fog jönni. Hát ilyen céllal építettem, hogy sok embernek bemutassam Jézus Krisztus. Nem rólam szól ez a kert. Az én nevemet nem tetszenek látni sehol. Ott van egy táblán, oda van írva, hogy művem a királynak szól. Jézus Krisztus a király. Ő róla szól ez az egész, nem rólam. Én csak egy alkalmazott vagyok. Istennek egy hűséges, egy szerető szolgája. Itt a kérdés. Te hol akarod eltölteni az örökké valóságot? Ahogy látom, hogy jönnek az emberek autóval, itt megállnak, és rögtön ezt látják, hogy te hol akarod eltölteni az örökké valóságot, és azt látom, hogy leparkolnak, és időnek is bemennek, és akár egy órát is töltenek a kertbe. Láthassuk azt, hogy a világórán éjfél van, jön a vőlegény, és az ajtó záradik. Záródik, le fog járni a kegyelmi idő. Láthatjuk a világ gazdaságban, hogy mi van. Jézus Krisztus erről is beszélt. Nagyon tisztán. Amikor a 10 szűz példáját említi, ott a kapunál ott van az óra. Oda van írva, hogy dönts. Rövid az idő. És láthatjuk azt a Bibliában, volt egy izraeli csoport, ők mondták el nekem, tudod László, ott Izraelben hallottam egy előadást, ami a 10 szűz példájáról szólt. Hogy nem soká el fog haladszódni a kiáltás, hogy jön a vőlegény. Az lehet, hogy egy világgazdasággal fog kitörni, és meg fog ijedni mindenki, akinek főleg nincs olaja, nincs megbékülve Jézus Krisztussal. De akinek van olaja, azt mondja, hogy az úgy fogja, hogy nem fogadni azoknak, akiknek nincs. Mi, akiknek van olajunk, és akik átadtuk a szívünket Jézusnak, mi fogjuk várni akkor a vőlegényt. Mert azt mondja, a kiáltás után, már jött is mindjárt a vőlegény. És akinek volt olaj és volt tartalékja, az bemehetett a mennyegzői vacsorára, és az ajtót bezárták. Ez lesz a kegyelmi idő. Mi ne essünk pánikba, hogyha bármit bemond a televízió vagy a rádió, bármi történik ebbe a világba, hogyha nekünk van olaj, ott van Jézus Krisztus a szívünkbe, akkor nem kell féljünk. Egy néhány nap, amikor úgy imádkoztam és készültem, hogy tetszenek jönni jöztök, nyugodtan tegezhet bárki, hisz hogyha vele gondolunk, hogy testvérek vagyunk Jézus Krisztusban, és odaát nem lesz magázódás, meg nem lesz tegeződés, mindenkinek megengedem, hogy nyugodtan tegezzen. És hogy imádkoztam, ugye térdény voltam, kaptam egy gondolatot, én életemben soha nem költöttem verset, nem írtam verset. És Jóisten úgy kijelentette nekem, hogy írj egy költeményt itt a vendégeknek, és úgy nekifogtam, és úgy fogadjátok el, mint egy temetőgondok, mint egy sírású, a Isten gyermeke, és ő jelentette ezt ki nekem. Ha egy kertben jársz, tekints a keresztre. Állj meg, s emlékezz az Úr Jézus szenvedéseire.
miattam s miattad életét áldozta, önként vállalta a szörnyű kínhalált azért, hogy teljesítse az Atya akaratát. Vétkénk miatt nagy árat fizetett, hogy az ő vére eltörölje a mi bűneinket. Bánd meg bűneidet, vald meg Krisztusnak. Ő elfogad téged úgy, ahogy vagy. Leveszi rólad a szennyes ruhádat. Megtisztít, s meggyógyít, s új életet ad. Jézussal élheted hátralévő életed, ő segít a bajban vinni a keresztet. Ő bíztat, ő bátorít, ne add fel, tarts ki. Ha győztesként célba érsz az örök hazába, ünneplő sokaság köszönt majd újongva. Jézustól megkapod a megígért koronát, és az örök dicsőségben folytathatod az életed a győztesekkel odaáll. Fogadjátok tőlem nagy szeretettel. Egy néhány gondolat még így Isten úgy eszembe jutotta a kertről. Tehát láthatjuk azt, hogy a szoros kapu az nagyon-nagyon szoros. Nem én találtam ki, talán nem is használtam centit. Általában az emberek, amikor jönnek, azt mondják, hogy az a jó. Mert azon nem kell lehajolni, nem kell összehúzódni. De itt van egy óriási nagy kő, ami több mázsás. Az ember, amíg cipeli bűnei terhét, ugyanazt érzi. Sokszor majdnem összeroppannak az emberek. Azt mondja, hogy több mázsás követ érzek a vállamon, és szeretné letenni. Láthatjuk, hogy a szoros kapun azzal nem lehetne bemenni. Az akárhogy görgetnénk, nem lehet. És Jézus Krisztus megmondta, hogy teljes erővel igyekezzetek, hogy be tudjatok menni a keskeny ajtón, mert mondom nektek, sokan próbálkoznak majd bejutni rajta, de nem sikerül neki. Ha pedig a házura egyszer felkel és bezárja az ajtót, ti kint maradtok, akkor majd kopogtatok és azt mondjátok, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk. De ő azt feleli, nem ismerlek titeket és nem tudom, honnan jöttetek. Ez akkor lesz, mikor záródik a kegyelmi ajtaja, hogy már nincs tovább akkor. Láthatjuk, hogy ott van Jézus Krisztus a király, aki megvallja bűneit, és leteszi a kereszt elé Jézus Krisztus lábaihoz. Itt hagyja bűneit, leteszi, akkor ott van az a két galamb, azt jelképezi, hogy Jézus Krisztus, amíg után megtisztította az ő szívét, levette a terhét, a bűneit, olyan szabadnak érzi magát. És ott figyelmeztet, hogy vigyázz, mert a sátán még hoz 7-szer, 7 barátot, 7-szer te gonoszabbakat, mint ő, és megszállják ugyanazt a házat. De ott van Jézus Krisztus, ő betölt az ő szent lelkével. És hogyha ragaszkodunk hozzá, a másik táblán azt mondja az Úr Jézus, jöjjetek közel hozzá, mind akik belefáradtatok súlyos terhétek cipelésébe, nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok. Akkor meg fogtok nyugodni, mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz, a teher, amelyet én helyezek a vállatokra, könnyű. Látjuk, hogyha Jézussal járunk, nem kell terhet cipelni. Ő leveszi. Hibázunk, elbukunk, elesünk. De oda visszük Jézus Krisztus lábaihoz, és bevalljuk neki, Úr Jézus, én olyan bánatos vagyok. Én megbántottam a szomszédomat, megbántottam ezt, és ezt bocsáss meg nekem. Tudjátok, mit mond az Úr Jézus? Megbocsájtok, menj, kérj bocsánatot. És ott van a mi atyánkban, ahogy mondja. Bocsásd meg bűneim, úgy, ahogy mi is. Megbocsájtunk az ellenünk vétkezőt. Ez itt a nagy titok. Ez itt a nagy titok. Nekem. Én azt mondom, hogy bocsáss meg, Úr Jézus, de én nem akarok megbocsájtani. De az Úr Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg, és akkor én is megbocsájtok neked. És itt föloldózódik az ember. Nagy titok ez. De olyan csodálatos, hogy végigmennek a keskeny úton, végigmentek. Ott sok mindennel lehet találkozni. Egyedül lehet menni, nem lehet fogni egymás kezét, és egymást kísérni. Van, aki előrébb van, van, aki utóbb. Van 3 lehetőség. Isten szól egyszer, szól 2-szer, legfeljebb 3-szor. És hogyha az ember elutasítja, utána már nem szól, utána már szétágazik az út, és egyik vezet a mennybe, egyik a pokolba. Hogyha megnézzük innen már láthatjuk a célt, ott a fehér zászló, a másik út ott a fekete, az vesztesség és a gyász jelenti. El fogunk menni a széles úton egy oltár mellett, Isten oltára. Mindenkinek el van készítve egy kis hófehér kövecske. A múlt héten voltam Kecskeméten,
és vettem. Nagyon sokat, hogyha jön most a halottak napja, sok száz vagy ezer ember megfordul, mindenki kap egy kövecskét ajándékba, le van fordítva, hogy ne válogassa az igéket, hanem le van fordítva, hogy amiket az Úr adja neki, azt el lehet vinni, szeretettel adom. Az Isten oltárán ott van, de ott van fölírva, meg fogják látni, hogy Isten oltárán ott van a hit, a remény, a szeretet, a békesség, a türelem, az alázat, sok-sok-sok minden, az Isten oltára. De baloldalt meg fognak borzadni, amikor meglátják, ott van az ördög asztala, és ott mit kínál. Kínálja a drogot, a cigarettát, alkoholt, és sok mindent, ami káros, baráznaság és különböző bűnöket, aztán a végén meg ott van a kötél. Azzal a kötéllel valaki felakasztotta magát. És Isten azt mondta, hogy tedd oda, mert ez is a sátánnak az ajánlata, kínálata. Pusztíts el magát, nincs tovább. De ott van még egy levágott lábfegye műanyag, amit itt kimaradt nekünk, és nem akartam a kukába dobni. Odaírtam, hogy a bűnzsoldja. A bűnzsoldja. Hogy sokszor mondják az embereknek, a cigarettás dobozon is oda van írva, hogy halált okoz, rákot okoz, vérszűkületet, vérszűke, sok mindent. De oda van téve elrettentésként. Aztán, ahogy végigmegyünk a széles úton, ott a pokol, ott egy kis fákja ég, egy kis lánga, és jön ki a füst, és jelképezi, hogy oda jutnak azok, akiknek nincs rendezve az életük, akik elutasították azt a drága kegyelmet, amit Jézus Krisztus fölajált, ahogy a versben is volt, hogy bánd meg bűneidet, vald meg Krisztusnak. Ő elfogad téged úgy, ahogy vagy. Leveszi váladról súlyos keresztet. Hát nem is. Folytatjuk majd bent, hogyha bárkinek lesz kérdése, nagyon nagy szeretettel beszélgethetünk, majd fogok menni magukkal is ebédre, és ott is akár milyen kérdésre fogok válaszolni. Én nagyon boldog vagyok, a legboldogabb vagyok a világon, ezen a világon, hogy szolgálhatom az Urat, megoszthatom másokkal is azt, amit kaptam, és így kamatoztathatom azokat a talentumokat, amit kaptam. Legyetek áldottak, és jó utat! Köszönjük szépen! Testvérek, most azt csináljuk, hogy egy dolgot mindenkinek szívére akarok mondani, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be ezt a legmagasabb szintű teológus, vagy a legracionálisabb embernek is tudomásul kell venni, hogy gyermeki szívvel. És én ezt láttam ebben, hogy itt László testvérünknek ezt a gyermeki szívet megadta az Isten, hogy, mert itt mind biblikus dolgokat fogunk látni. Tehát nagyon legyen bennünk ez az alázat, és ezért most egy imádságot hadd mondjunk el, hogy gyermekként tudjuk végigmenni ezt a dalot. Még mindig hirdettek az imádság előtt, hogy itt a nem tudom milyen médiától vannak itt. Igen. Városi? Igen. A városi médiától, ők szeretnének egy csoportképet. Igen, addig nem menjünk be, még nem készít a média egy csoportképet. Most mindjárt forduljunk arra felé, rendezzünk egy csoporttá. Megfordulunk. Kérjük, hogy fényképezzenek le. Utána forduljunk erre vissza, mert egy pár instrukciót adok a...
ez éppen te nem csinálod a lecsétét, meg mind nem késő a bűn, igen. Most mindig csinálja, akkor ezt is csinálta a kezdeményben. Az első polgármestere, csak fiatalon halt meg, a Manyikának unokatestvére. Balesetben, igen, mentek. A testvére is mind. Hadd kérdezzem meg itt a temetőbe kérdés már megműtötték a kérdést, és elintézte a bűnkörülő kórházban a gyert. A legelső az volt, hogy ilyen az új fordításból tettem, aztán négy táblát. És akkor a főnököm azt mondja, hogy használjam az evangélikus fordítást. Akkor menjek a hivatalba, kapok a Bibliát, és abból használ, a többi abból lett. De a kettő, van ez a két fedelő, ez az új fordítás, ahol ő fordított. Én jobban szeretem azt használni, mert jobban érthető. És mi a kifogásra, mert szeretné volna küldeni, mert az ötödünk el tanulni. Igen. Igen. Tehát ő igényben volt. És akkor azt mondták, hogy nem hallgatok el, és hogyha olyan tevékenységet folytatok, aminek
nem jó, elmentem a betegekhez, megkencsenek az olajon, és meggyógyultak a betegek, és bizonyságot tettek, azt mondták, hogy kizárnak, és kizárták. Tehát elbocsájtottak, úgyhogy most... Nem lehet elbocsájtottak. Régen is volt szintek, amíg sodorú, és terevedik És akkor elolvastam azt az ígét. Nem moha, az mit életnek fejre vonulni. És akkor itt már ki van karózva, hogy ott lesz az imakert, imakamrácska. Zást az Úr Jézustól, aztán olyan február-márciusra, tavaszra már teljesen kész volt, hogyha bejelöltök Facebookon, Laci úgy van beírva, Fazakas, ott meg lehet nézni a fotótárba, egész a kezdettől, amikor csontvázak vannak, minden csak a vázak és az alak. Amikor még itt egy üres terület volt, de már a gránátalmának ez a karikája ki volt rakva. Tehát úgy kezdődött, hogy az volt az alap, a kert közepe, ahonnan jön az életvize, az élet forrása. Megkóstoltuk ugye ivatot. Ugyanaz folyik vissza, ugyanaz. Na, tehát ugyanaz. Egy normális víz. Yes.